Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, frakcióvezető helyettese, aki az elmúlt hetekben nagyon aktív volt, általában aktív, de most a parlamentben egymás után hallottuk a hozzászólásait, beadványait. Mit sikerült átvinni, mit tárgyalt meg utána a tisztelt ház? Hát ez egy nem túl meglepő és nem is túl nehéz kérdés. A szokásoknak megfelelően nem fogadtak el semmit. Ugye tudni kell, hogy gyakorlatilag a mai napon szavazunk Magyarország jövő évi költségvetéséről. Ezzel kapcsolatban az LMP, nem csak én személyesen, hanem az LMP összesen, emlékeim szerint több mint 124 módosítójavaslatot nyújtottunk be. És hát most tárgyaltuk ugye a státusztörvényt is, ugye a pedagógusok jogállásáról szóló törvényt, és ehhez is nyújtottunk be hát közel egy tucat módosító javaslatot. De hát azt gondolom, hogy folyamatos volt ezzel párhuzamosan a közéletünknek olyan sajnos jelentős megnyilvánulásai, ami szükségesé tettünk, hogy beszéljünk róla. Ilyen volt például Orbán Viktornak a Bildnek tett interjúja például. Hogyha összegeznie kéne, akkor tulajdonképpen ez az évad, ez a szakasz az életéből a mostani parlamenti ciklust, hogy tömörítené a legjobban sikerült, vagy legkevésbé sikerült törvényekkel? Igazság szerint ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ezt a kérdést jellemzően a történelem és jellemzően utólag minősíti és teszi helyre. Én magam sem tudok egy ilyen nagyon átütő és nagyon határozott véleményt mondani. Azt gondolom, hogy dolgoztunk és megpróbáltuk megmutatni azt, ami az általunk képviselt értékrend és a kormány által képviselt értékrend között van. És azt gondolom, hogy ez nem is volt sikertelen, de hát értelemszerűen a jövő fogja megadni a válaszokat. Csak gondoljunk, ha már itt tartunk, azt gondolom, hogy érdemes beszélnünk egy mondat erejéig Magyarország gazdaságpolitikájáról, ami egyébként szoros összefüggésben van a frissen elfogadandó, tehát ugye már aztán a szavazásról a költségvetéssel, amiből egyébként fakad az inflációs helyzet, amiből egyébként fakadnak azok a kritikák, amiket a költségvetés kapcsán megfogalmaztunk. Én azt gondolom, hogy ezt Budapesten biztos, hogy jól értik, és hát azon szeretnénk dolgozni, tehát hogy az volna a cél, hogy ez az információ áramlás, ez a vélemény ne álljon meg Budapest határainál, hanem azon lényegesen túlnyúlóan egész Magyarországon hallható és érthető legyen. Igen, de ön egy különleges helyzetben van, hisz önállóan indult egy hatalmas körzetben. Mennyivel ér többet ma a voksolás szempontjából Csárdi Antal neve? Mennyien szavaznának ma többen önre, mint ezelőtt, ezután a ciklus után? Hát biztos érzi, hogy amikor kimegy az utcára, vagy fölül a villamosra, a választókerületében, amikor sétál, én tudom, hogy nagyon sokat ül az irodájába is, és fogadja beszélgetni vágyókat, mint egy pszichiáter. Mit tud nekik mondani? Egyrészt azt gondolom, hogy a saját kollégáimat is mindig szoktam óvni attól, hogy a személyes élményeit általánosítsa egy ilyen nagy politikai megfejtés, vagy politikai, hogy is mondjam, tehát hogy ne akarjon belőle a nagy egészre vonatkozó következtetést levonni. Erre mondta azt nekem egy nagyon kedves barátom, hogy Tónikám, egy elemű sorozatból nem vonunk le következtetést, és valóban az van, hogy én rendkívül sok pozitív visszajelzést kapok, amiért én nagyon hálás vagyok, de hát az attól még egy buborék marad. Én abban reménykedem, sőt, igazándiból az eredmények egyébként ezt vissza is igazolják, hogy Budapesten, vagy akár az én választókerületemben
az a józan, nyugodt értékképviselet, amit én, illetve a pártom képvisel, azt gondolom, hogy joggal komoly támogatottságot élvez. Értelemszerűen a Fidesz szimpatizáns lakóktól megkapom a kritikáimat is, de hála jó Istennek elmondhatom, hogy olyan viszonyban vagyok a helyben élőkkel, ahol gyakorlatilag mondhatom, hogy a saját szavazóm hív föl, hogy Tonikám, üljünk le beszélni, mert azt gondolom, hogy nem jól csinálod, és akkor leülünk, és elmondja a kritikáját, és akkor valamelyikünk meggyőzi a másikat, de hogy ez teljesen jó. Nagyon érdekes, mert föltettem a kérdést több hozzám fordulónak, hogy ennek az évadnak ki lenne a képviselője, és azt mondták, hogy aki a legérthetőbb nyelven beszélt, az ön volt. Ez mit jelent tulajdonképpen? A választókerületében vannak igencsak rászorulók is, és ők is értették, hogy ön miről beszél. Ez azért, mert annyira érintettek? Én azt gondolom, hogy ha és amennyiben ez a dicséret jogos, és ha és amennyiben én kiérdemeltem ezt, és ezt hadd ne én döntsem el. Ez nem dicséret, ez azt mondják, hogy a képviselő úr megtanult az emberek nyelvén beszélni, nem közgazdasági egyetemi téziseket emleget, hanem a lényegről magyarul érthetően beszél. Nekem ebből a szempontból szerencsém van, hiszen én a személyes szocializációm az egy olyan közegben történt, ahol a több diplomástól a segédmunkásig mindenki megjelent. Én a politika előtti életemben is szót kellett, hogy értsek mindenkivel. Hát különben nem vettek volna almát vagy zöldséget magától. Vagy én nem tudtam volna megvenni ugyanezeket az anyagokat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez abból fakad, hogy soha nem akartam azt mutatni, hogy én egy ilyen tudományos, professzori szint vagyok. Ugyanakkor értem a közgazdaságot, értem a társadalmi folyamatoknak a miben létét és változásait, és ezek annyira azért nem bonyolultak, hogy ne lehetne ezt kvázi lefordítani magyarról magyarra. Én azt gondolom, hogy a másik ember tisztelete és szeretete mindig átsegít ezen a kérdésen. Úgyhogy ha többen azt gondolják, hogy én érthetően és jól kommunikálok, az nekem nagyon jól esik. Én a magam részéről azt gondolom, hogy nagyon sok tanulni való van. Oké. Mi várható a helyhatóság és az európai parlamenti választásokon? Mennyire fogják igénybe venni a pártja az ön időközben való komoly fejlődését? Hát ez a jövő kérdése. Gyakorlatilag itt van előttünk a nyár. Meggyőződésem, hogy minden párt, így az LMP is, gyakorlatilag a politikai stratégiájának a finom hangulását most fogja elvégezni. Ilyenkor el szoktak vonulni a világ elől a politikai vezetők, és úgy szoktam fogalmazni, hogy magukra zárják az ajtót, hogy titokban lemossák magukról, ahogy a kormánypártiak mondják, a guruló valutákat. Nekem ebben a kérdésben... Jó sztori. Nekem ebben a kérdésben rendkívül tiszta a lelkiismeretem. Én nem kaptam. Szerint hogy néz ki egy ilyen doboz? Nem tudom, de egy ilyen dobozt én is szeretnék, amit reggel kinyitok, és akkor van benne. Azt gondolom, hogy egy ilyen doboz mindenkinek kellene, amit hogyha az ember reggelente kinyit, akkor mindig van benne valami. De a viccet félretéve... Legalább ha más nem az aznapra való. Hát már nem meg van oldva az életünk abban az esetben. Tehát, de komolyra fordítva a szót, nekem a lelkiismeretem tiszta, azt gondolom, hogy ha és amennyiben itt történt bármilyen jogsértés, akkor a hatóságok feladata, hogy ezt kiderítse, és a bíróságok feladata, hogy ezt... Ha meg nem, akkor... Akkor pedig azt gondolom, hogy abba kell hagyni ezt a kampányt. Én nem akarok okosabb lenni az okosoknál, azt gondolom, hogy ez egy viszonylag könnyen és egyszerűen ellenőrizhető dolog. Annyi időnk maradt, hogy megígértessem önnel, ha valami érdekes történik önnel, most a szabadság alatt azért jelentkezik. Így lesz. Tehát az ujjait engedje, hogy mozogjanak és tudja tárcsázni a heti tévét, és akkor mi azonnal, akár interneten, akár telefonon, akár élőben a rendelkezésre állunk. Nagyon jó megérdemelt pihenést,
Köszönöm szépen. És ne felejts el, hogy ez a kipihenés és a letisztulás időszaka, utána sok munka vár még önre, és köszönöm, hogy itt szépen volt. Kedves nézőim, az évad búcsúját hallották. Csárdi Antaltól, az LMP országgyűlési képviselő frakció vezető helyettesétől, viszont nem búcsúzunk el tőle végleg, mert a szabadság alatt is, ha érdekes események vannak, akkor azt ígérte, hogy a rendelkezésünk áll. Köszönöm a kedves szépen. Feleségének is. Köszönjük. Jó kérdést. És már is érkezik ifjabb Lomnici Zoltán, a nemzetközi jogász. Tartsanak velünk.